Sziasztok! Ebben a videóban műveleteket fogunk végezni, méghozzá osztásokat törtekkel. Lássuk! Törte-törte úgy osztunk, hogy az osztandót meg kell szorozzuk az osztó inverzével, akkor lássuk is. 3 tizenegyedet meg kell szoroznom ennek a törtnek az inverzével. Előjel marad, és 6 per 22-nek az inverze 22 per 6 lesz. Ne feledjük el, hogy az előjel szabály itt is érvényes, tehát pozitív számot negatív számmal szorzok, az előjel negatív, és ha lehet, egyszerűsítünk. 3-at és a 6-ot egyszerűsítem, 3-ban a 3 megvan egyszer, 6-ban a 3 megvan kétszer. 11-et és a 22-t is tudom egyszerűsíteni 11-jel, 11-ben a 11 egyszer, 22-ben a 11 kétszer. És ugye 1-szer 2, 1-szer 2 a nevezőbe is, és 2 per 2 az 1, nem feledkezünk meg erről a mínusz előjelről sem. Második feladatban azt vehetjük észre, hogy az osztandó egy egész szám. Tehát 28. Viszont tudjuk, hogy a 28 is felírható törtként, mint 28 törve 1-jel. És ezt úgy osztom el mínusz 7 negyeddel, hogy megszorzom annak a mínusz 7 negyednek az inverzével, azaz 4 heteddel. És ha szorzásunk van, akkor ugye mielőtt beszorzunk, még egyszerűsítünk, ha lehet. 7-et és a 28-at lehet egyszerűsíteni. 7-ben a 7 megvan egyszer, 28-ban a 7 megvan négyszer. Pozitív számot negatívval szorozva az előjel negatív, 4-szer 4, 16, és a nevezőbe egyszer 1, azaz 1 kerül. Eszetekbe jutatnám azt, hogy ha a tört nevezője 1, akkor azt a nevezőt nem muszáj kiírnom, tehát mínusz 16-ot kapok, ami egy egész szám lesz. Harmadik feladatunkban az osztandó 0. És ebben az esetben gondolkodás nélkül odaírhatjuk, hogy a végeredmény 0. Mivel ha 0-át bármivel elosztok, az eredmény mindig 0 lesz. Itt felhívnám a figyelmeteket arra, hogyha az osztó nál lenne nulla, akkor az egy értelmetlen művelet lenne, mivel nullával én nem tudok osztani. Tehát az osztó soha nem szabad nulla legyen. Negyedik feladatunk. Mi van akkor, amikor nem az osztandó egész szám, hanem az osztó egész szám? Hát lássuk, a 16 25-öt leírom változatlanul, és osztani mínusz 4-jel, azt jelenti, hogy én szorozni fogok mínusz 1 negyeddel. Ugye nem felejtjük el, hogy ez a mínusz 4, az mínusz 4 per 1. Annak az inverze mínusz 1 per 4. Előjel szabály. Pozitív, a negatívval szorozva negatív lesz. És ugye egyszerűsíteni lehet a 4-et és a 16-ot 4-jel. 4-ben a 4 megvan egyszer. 16-ban a 4 megvan 4-szer, és az eredményünk mínusz 4, 25-öd lett. Ötödik feladatunk következik, ahol ugyancsak egy osztást láthatok, de először be kell vigyük az egész részt a törbe. És pedig 4-szer 2, 8 plusz 3, 11. És a nevező marad 4-esként, úgy, ahogyan itt volt. Osztva 8-szor 4, 32, plusz 1, az 33, a nevező pedig ugyanúgy 8-as marad, mint ahogy itt volt. És akkor alkalmazzuk a szabályt, hogy törtet-törtel úgy osztunk, hogy az osztandót megszorzom az osztónak az inverzével, tehát mínusz 8 33-addal. Egyszerűsítünk. 4-et és a 8-at, 4-ben a 4 megvan egyszer, 8-ban a 4 megvan kétszer. 33-at és a 11-et 11-el egyszerűsíthetem, 11-ben a 11 egyszer, 33-ban a 11 megvan háromszor. Ne feledjük el az előjelet, pozitív számot negatívval szorozva az előjel negatív,
egyszer kettő. Kettő egyszer három, pedig három. Tehát mínusz két harmad az eredményünk. Hatodik feladatban három törtet láthattok, és osztásjel szerepel mindegyik között. Ilyenkor a műveleteket abban a sorrendben végezzük el, ahogy ott szerepelnek. Vagyis leírom az első törtet, a mínusz 3 per 16-odot, és ezt osztanom kéne mínusz 5 8-addal, én meg fogom szorozni mínusz 8 5-öddel. A másikat egyenlőre leírom változatlanul. Tehát itt dolgoztam. És most is a szorzást elvégzem először. Negatívat negatívval szorozva, az előjel pozitív, már nem írom ki. Egyszerűsíteni viszont lehet. 8-ban a 8 egyszer, 16-ban a 8 kétszer van meg. 3-szor 1, 3, 2-szer 5, 10, tehát 3 tizedet kaptam. Ezt el kéne osztanom mínusz 6 negyeddel, én meg fogom szorozni mínusz 4 hatoddal, hogy ne kelljen annyiszor leírjam. Előjel negatív lesz, és egyszerűsítek. 3-at és a 6-ot. 3-ban a 3 megvan egyszer, 6-ban a 3 megvan kétszer. 4-et és a 2-t. 2-ben a 2 megvan egyszer, 4-ben a 2 megvan kétszer. A 2-t és a 10-et is egyszerűsíthetem még. 2-ben a 2 megvan egyszer, 10-ben a 2 megvan 5-ször. Lássuk csak, mi maradt. 1-szer 1, tehát 1, a nevezőbe pedig 5-ször 1, azaz 5. Mínusz 1 5-öd maradt. Felhívnám a figyelmeteket a következőre is. Ebben a lépésben dolgozhattam volna úgy is, tehát ez egy másik megoldás, hogy mínusz 3 16-odot, ugye osztanom kellett volna mínusz 5 8-addal, akkor én szorzom mínusz 8 5-öddel, aztán megint osztani kell mínusz 6 negyeddel, én itt szorzok mínusz 4 6-oddal egyből. És a következőképpen járok el. 3-at és a 6-ot egyszerűsítem, tehát mivel mindenhol szorzásjel van, végig egyszerűsíthetek egy számlálót egy nevezővel. 3-ban a 3 megvan egyszer, 6-ban a 3 megvan kétszer. 8-at és a 16-ot egyszerűsítem, 8-ban a 8 egyszer, 16-ban a 8 kétszer. És figyeljetek rám! 2-szer 2 az 4, ezzel a 4-essel leegyszerűsödik. És lássuk csak, mi maradt. Negatív szor negatív az pozitív, szorozva negatívval megmarad a mínusz. Nézzük, mi maradt a számlálóba. 1, 1, 1. Nevezőbe 1, 5 és 1, vagyis 5. Látható, hogy az eredmény mindkét esetben mínusz 1 5-öd lesz. Természetesen itt is bármelyik módszert használhatjátok. Lássuk, mi van akkor, amikor tizedes törteket kell osztanunk. Ugye emlékeztető, az osztó csak egész szám lehet. Úgyhogy ennek függvényében szorzom az osztandót is, és az osztót is 10-zel, 100-zel, 1000-re, vagy amennyivel szükséges, ahhoz, hogy az osztó egész szám legyen. Most láthatjátok, hogy az osztóban a tizedes veszély után két számjegy szerepel. Ez azt jelenti, hogy ha 100-zal szoroznám, akkor egy egész számot kapnék. Viszont akkor az osztandót is 100-zal kell szoroznom. És ha a 7,2-et megszorzom 100-zal, akkor a tizedes vesző jobbra költözik 2-vel, 720-at fogok kapni. Amit el kell osztanom, mínusz, és ha itt 2-vel költözik a tizedes vesző, 12-t kapok. 720-at osztani kell mínusz 12-vel, az előjel mínusz, és akkor 72-t osztok 12-vel. Az ugye 6, nullában a 12 nullászor. Vagy akár le is lehet írni ezt az osztást, az eredmény mindenképpen mínusz 60 lesz. 8. feladatunkban először az osztást fogjuk elvégezni, ahogy azt már megszokhattátok, és úgy osztunk mínusz 5 negyeddel, hogy szorozzuk mínusz 4 5-öddel, plusz,
Hát itt mielőtt az osztást elvégezném, az egész részt beviszem a törtbe. Tehát addig leírom, 7 negyed osztva mínusz, 4 x 1 az 4, plusz 1 az 5. Tehát 5 negyedet kapok a zárójelben. Egyenlő tovább. Szorzást és osztást végzek el először, az összeadás marad a végére. Ezt a szorzást már is el tudom végezni. Ugye itt 4-jel egyszerűsítek, mindenhol egy 1-es marad. És pozitív szor negatív az negatív, 3 x 1, itt 3 marad a számlálóba, 1 x 5, itt a nevezőbe pedig 5. És nézzetek csak egy picit ide. Plusz 7 negyedet, amit le is írok, osztanom kell mínusz 5 negyeddel, én szorozni fogom a mínusz 5 negyed inverzével, azaz mínusz 4 ötöddel. És most a szorzást fogom először elvégezni. Lássuk. Mínusz 3 ötöd, figyeljetek, pozitív számot negatívval szorozva, az előjel negatív lesz, tehát már is mínuszt írok ki. És ha 4-essel egyszerűsíthetek, mindenhol egy 1-es marad helyette, 7 x 1, 7, 1 x 5, 5, és így kaptam mínusz 3 ötöd, mínusz 7 ötöd, az mínusz 10 ötöd lesz, és ha 10-et 5-tel elosztom, az 2 lesz, természetesen ezzel a mínusz előjellel, tehát mínusz 2 az eredmény. 9. feladatunkban egy zárójelet láthatok, amit el kell osztanunk mínusz 1 hatoddal. Hát én javasolnám, hogy a 0,75 századot ide külön leírom, alakítsuk át közönséges törté, ugye 75 per század fogunk kapni, amit még 25-tel egyszerűsítve 3 negyed lesz az eredmény. És ezt a 3 negyedet szépen ide beírom a 0,75 helyére. Lássuk, mit kapunk. 1 hatod plusz 1 hatod, osztanom kell 3 negyeddel, én már úgy írom, hogy szorzom 4 harmaddal. Tovább, ami következik, osztva mínusz 1 hatoddal. És lássuk, mit kaptunk. A zárójelen belül előbb a szorzást végezzük el. Természetesen, ha lehet, egyszerűsítünk, és itt lehet, 4-et és a 6-ot, méghozzá 2-vel. 4-ben a 2 megvan 2-szer, 6-ban a 2 megvan 3-szor. Ez az 1 hatod megmaradt, plusz 1-szer 2, 2, 3-szor 3, 9. És ezt osztani kell mínusz 1 hatoddal, vagyis szorozni fogjuk mínusz 6-tal. És ebben az esetben nem közös nevezőre fogok hozni a zárójelben, bár azt is megtehetném, hanem mutatok egy másik módszert, és pedig azt, hogyha egy zárójelet mínusz 6-tal megszorzok, akkor a zárójel minden tagját meg kell szoroznom mínusz 6-tal. Ebben az esetben ezt fogom alkalmazni. Vagyis egy hatodot is meg kell szorozzam mínusz 6-tal, plusz a két kilencedet is megszorzom mínusz 6-tal. És lássuk, mit kapunk. Egyszerűsíthetünk 6-tal, azt kaptuk, hogy 1 x mínusz 1, ami mínusz 1. 9-et és a 6-ot egyszerűsíthetem. 6-ban a 3 kétszer van meg, 9-ben a 3 háromszor. Pozitív számot negatívval szorozva az eredmény negatív. 2-szer 2, 4, és a nevezőbe 3 marad. És ugye, 8. feladatunkban előbb az osztást végezzük el, amint azt itt be is jelöltem, méghozzá 3 negyedet osztani mínusz 5 negyeddel. Azt jelenti, hogy szorozni fogom mínusz 4 ötöddel, plusz 7 negyed osztva, és először itt a zárójelben az egészet beviszem a törtbe. Kiteszem a mínuszt, és 4 x 1 az 4, plusz 1, 5. A nevező pedig marad változatlan. Lássuk, mit kapunk.
Ezt a szorzást már is elvégezhetem. Egyszerűsítek 4-jel, és 3/5-öt, azaz mínusz 3/5-öt kapok, mert a mínusz előjel is ott maradt. Plusz 7/4-et osztanom kell ezzel a törttel, szorozni fogom az inverzével. És most a szorzást végzem először, vigyázzat, nem az összeadást. Egyszerűsíthetek 4-jel, kapjuk mínusz 3/5-öt, pozitív számot negatívval szorozva az eredmény negatív, 7/5-öd lesz az eredmény. Amit ha elvégzek, akkor mínusz 3/5-öd, mínusz 7/5-öd, azt kapom, hogy mínusz 10/5-öd, de 10 osztva 5-tel az 2, és ez a mínusz előjel természetesen megmarad. 9. feladatban, ugye van egy zárójelünk, amiben látható, hogy egy tizedes tört található, ezt a tizedes törtet gyorsan átalakítjuk közönséges törté, az ugye 75/100, 25-tel, ha egyszerűsítek, 75-ben a 25 háromszor van meg, 100-ban a 25 pedig 4-szer. Tehát 3/4 fog a 0,75 helyére kerülni, ezt gyorsan be is írjuk. 1/6 plusz 1/6, és figyeljünk csak, osztanunk kell 3/4-del, akkor szorozni fogunk 4/3-dal. És osztanunk kell mínusz 1/6-dal, akkor szorozni fogunk mínusz 6/1-jel, azaz mínusz 6-tal. Lássuk, mit kaptunk. Ne felejtjétek, hogy a szorzást végezzük el először, úgyhogy 1/6 plusz, és itt egyszerűsíthetek méghozzá 2-vel. 4-ben a 2 2-szer, 6-ban a 2 3-szor van meg. 1-szer 2 2, 3-szor 3 9 lesz, amit meg kell szoroznom mínusz 6-tal. Na most ebben az esetben dolgozhatok úgy is, hogy a zárójelben levő műveleteket, tehát az összeadást elvégzem, közös nevezőre hozzok, aztán a kaput törtet szorzom meg mínusz 6-tal, vagy úgy is dolgozhatok, hogy egyenként beszorzom mindkét törtet mínusz 6-tal. Lássuk 6-nak és 9-nek a közös többszöröse, tehát a közös nevező, ugye 18. Ezt 2-vel, ezt pedig 3-mal kell bővítsem ahhoz, hogy 18 legyen a nevező. És kapjuk 3-szor 1 az 3, 3-szor 6, 18. Plusz 2-szer 2, 4, 2-szer 9, 18. Ne felejtjük a zárójelet, és azt, hogy mínusz 6-tal még meg kell szoroznunk. 3/18 meg 4/18 az 7/18, amit ha mínusz 6-tal megszorzunk, biztos, hogy negatív számot kapunk, és ugye ez a 6, ez 6/1-et jelent, tehát a 18-at és a 6-ot még egyszerűsíthetem is. És 18-ban a 6 megvan 3-szor, tehát az eredmény 7/3 lesz. 10. feladatnak egy érdekes feladatot választottam nektek, méghozzá egy olyan törtet láthatok, aminek a számlálójában is és nevezőjében is egy tört van, tehát emeletes törtről beszélünk. Kiteszem a fő törtvonalat, és a számlálóban is közös nevezőre hozok, tehát elvégzem a műveleteket a nevezőben is. Na most az egyet fel kellene írjam egy olyan tört formájában, aminek 3 a nevezője, hogy tudjam összeadni. És az 1, az ugye 3/3, ne felejtjétek el, 3-at osztok 3-mal, úgy kapok 1-et. Ezt a plusz 2/3 mögé lemásolom. Itt ugyanúgy kell tennem. Ezt az 1-et felírom, mint 9/9. Ugye tulajdonképpen az 1-et fel tudom írni, mint 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 10/10, és így tovább. Rendben. Közös nevezőre hozunk akkor. 3/3 plusz 2/3 az már 5/3, 9/9 mínusz 4/9 az 5/9, és most jön az, hogy ezt az emeletes törtet szépen átformáljuk, hogy a nagy törtvonal helyett mi milyen műveletet írhatunk? Hát osztást. És így kapjuk, hogy 5/3 osztva van 5/9-del. Ez azt jelenti,
hogy az ötharmadot szorzom az inverzével, tehát 9/5-del. Egyszerűsítünk a 3-at és a 9-et is, 9-ben a 3 megvan 3-szor, és az eredményünk 3/1, azaz 3 egész lesz.